Sokat gondolkodtam, hogy mi lenne a legjellemzőbb cím, amivel egy Brunner Erzsébet életéről szóló könyvet elnevezhetnénk. Azért lett Szerelmem India, mert Brunner Erzsébet legnagyobb szerelme maga India volt. India nem a maga fizikai valóságában, hanem az a szellemi egység, amit India jelentett, az indiai kultúra, India csodálatos hagyományai. Brunner Erzsébet egész életét Indiának szentelte, és bár Magyarországról, innen Nagykanizsáról származott, és amikor édesanyjával Indiába ment, akkor a Magyar Képzőművészeti Főiskola egyik legtehetségesebb szobrász hallgatója volt. Aztán festő lett, és Indiában találta meg a saját művészi elképzeléseit, ott bontakozott ki, és ez a szerelem, ugye 1930-ban érkezett Indiába, ez egész élete végéig, 2001-ben történt haláláig tartott. Én személyesen ismertem őt, és meggyőződtem arról, hogy milyen nagy hatással volt rá India, és az én munkám, mint diplomata, Indiához fűzött, és a Brunner Erzsébettel való ismerettségem, barátságom az én életemet is meghatározta. Úgyhogy én akkor döntöttem el, hogy könyvet írok az ő életéről, és hosszú évtizedekig gyűjtöttem ehhez az anyagot, amelynek a gerince a Brunner Erzsébettel folytatott sok-sok beszélgetés volt, amelyet 5 éves külszolgálatom, majd utána az Indiába történt utazásaim alatt folytattunk, egészen 1996-ig. És úgy érzem, hogy ezzel, hogyha megosztom Brunner Erzsébet életét, gondolatait a magyar olvasó közönséggel, akkor ennek nagyon sok aktualitása lehet. Hát egyrészt nagyon sokat tanulhatunk ebből az élettörténetből, hiszen Brunner Erzsébet élete egy évszázadot fog át, gyakorlatilag közel egy évszázadot, amelyben benne van a század elő szellemi mozgalmai, édesanyja, édesapja, akik szintén művészek voltak, az ő hatásuk, benne van az első világháború által kiváltott sokk, a trianoni országvesztés, a világgazdasági válság, a művészek elszegényedése, majd Indiában egy olyan inspiráló közeg megtalálása, az indiai függetlenségi mozgalom nagy alakjaival, Mahatma Gandhival, Jawaharlal Nehruval és a többiekkel való megismerkedés, amely egész életét innentől kezdve ehhez a dél-ázsiai országhoz fűzte, és Brunner Erzsébet élete azt is elmondja nekünk, hogy mi az a többlet az indiai kultúrában, ami talán az európai nyugati kultúrában is megvolt, de kiveszni látszik. Ezt kereste Sas Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet, és Indiában találták meg ezt, és ez az ország azért nyílt meg előttük, mert olyan szenvedéllyel szerették, tisztelték ezt a kultúrát, és ez a szenvedély, ez a tisztelet nyitotta meg azokat a kapukat, hogy ők megismerkedhettek India legmélyebb spirituális titkaival, és ezeket a titkokat szeretném én megosztani a magyar olvasókkal is.